Alig másfél hónapja már csak olyan műanyagpalackot és italos dobozt lehet forgalomba hozni, ami visszaváltható. Minden műanyag, fém és üvegalapú alapú 1 deciliter és 3 liter űrtartalom közé eső egyszer használatos palacknál ki kell fizetnünk az 50 forintos betétdíjat. Ezt csak akkor kapjuk vissza, ha az üres palackot bedobjuk a mohu egyik automatájába. Tömörítetlenül és kupakkal együtt. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a vonalkód olvasható maradjon rajtuk, mert a gép ezt használja az azonosításhoz. Minden 400 négyzetméteresnél nagyobb üzlethelyiségben kötelező az automata, a 200 négyzetméteresnél nagyobb üzletekben pedig ajánlott. A rendszert jelenleg még mindenki tanulja. Azonban számos nemzetközi tapasztalat megerősítette, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy az ország elérje az italcsomagolások visszagyűjtésének és újrahasznosításának a kellő arányát, az EU által 2029-re elvárt minimum 90%-ot. A július elejé indulás óta már a napi 4 millióra nőtt a visszaváltott palackok száma az ország 3000 automatájánál és további 1200 visszaváltópontjánál. De ez a szám még messze van a céltól. Magyarországon arra lenne szükség, hogy naponta 7-7,5 millió palackot váltsanak vissza a fogyasztók. Ehhez nyilván több váltópontra lenne szükség, a mohú számításai szerint legalább 5000-re kellene emelni az automaták számát. Híradónk megkeresésére nem válaszolt a cég, azonban a szóvívő az RTL-nek korábban azt nyilatkozta, a sebesség, amilyen sebességgel váltják vissza az emberek nagyon jó, de egy kicsivel gyorsabb annál, mint amire számítottak. Az indexnek pedig úgy fogalmaztak, az első hetekben kiderült számos olyan bolt van, ahol jóval nagyobb a visszaváltások száma, mint ahogy ezt előzetesen megbecsülték. A problémákat Szabolzat már Bereg vármegyében is többen tapasztalhatták. A legnagyobb közösségi oldalon számos poszt jelent meg a meghibásodott üzemen kívüli automatákról. Vannak viszont olyan hiányosságok is, amelyeket nem a mohunak, hanem a kiskereskedőknek kell megoldaniuk. Ha például megtelik az automata, azt az adott egység dolgozóinak kell üríteniük, ha pedig kifogy a papír, annak a cseréje is az ő feladatuk. A visszaváltás készpénzben az adott boltban levásárolható kupon formájában jótékony felajánlással vagy bankszámlára utalással történhet. Előfordul az is, hogy valaki nem kapja meg a visszaváltott palackokért járó pénzt. Mint mondják, ez a túlterheltség miatt fordulhat elő. Összesen 319 ilyen bejelentett panaszt tart nyilván a Mohu. Az adatok szerint egyre több betét díjas italcsomagolást visznek vissza a gyűjtőpontokra a magyarok, de még így is naponta átlagosan 6 millió darab 50 forintos palack végzi a kukákban. Ez naponta 300 millió forintot jelent. Emiatt pedig egyre több palackvadász érkezik a belvárosokba, hogy kifossza a kukákat. A palackok egységnyi díját egyébként az illetékes miniszter egy rendeletben állapítja meg egy évre vonatkozóan. A 2025-ös összeget a tervek szerint 2024. szeptember 15-ig tudhatjuk meg.